Régi újságcikkek és videófelvételek tanúskodnak arról, hogy a dac és a szlován mérkőzései általában igazi presztízs csatát hoztak, és többségében komoly szurkolói érdeklődést váltottak ki. A pozsonyi együttes a nagyszombati Spartak mellett a csallóközi csapat leggyakoribb ellenfele. A rangadó előtt a statisztikák a szlován számára voltak kedvezőbbek. 73 mérkőzésből 18 döntetlen mellett az égszínkékek 41-szer, a sárgakékek pedig csak 14-szer győztek. A múltból a jelenbe visszatérve a szurkolók szép számban érkeztek a mérkőzésre. A drukkerek között volt a szegedi Komár Mihály is, aki egy baráti társasággal érkezett városunkba. Ez volt az első meccse a Dac Arénában. Az interneten a föltett klippeket, meg a föltett, főként a nélküled indulónak a hatására is jött az, hogy jó lenne egyszer eljutni, és ez mint egy bakancs lista, ez így teljesült is a mai nappal. A hangulat az egyébként is mindig a stadionból jön át igazából. Az a forró, mikor a vibrál a levegő. A Szlovan aktívabban néhány kisebb-nagyobb helyzettel indította a mérkőzést. A Dac azonban átvészelte a kezdeti nehezebb perceket. A házigazdák az új szerzemény Guré révén már az első helyzetüket gólra váltották a 11. percben, ami nagy lendületet adott a továbbiakhoz. Sme dokázali dneska porazit kvalitný tým, kvalitný Slovan. Na základe našeho tímového výkonu, dobré emócie, entuziasmu, také súdržnosti a vášne. Mali sme tú túžbu veľmi silnú a to nám prineslo, myslím si, zaslúžené víťazstvo, hoci sa nerodilo ľahko. Podržal nás Popovič a po gole Gureho sme sa dostali do hry a myslím si, že sme ukázali dobrý tímový výkon s solidným prechodom, rýchlym prechodom a s dobrou produktivitou. A harmadik Dac gól után 3 perccel a pozsonyiak ugyan szépítettek, de többre már nem futotta az erejükből. A csapat teljesítménye miatti tiltakozás jeleként a szlován szurkolók már 20 perccel a hármas sípszó előtt elhagyták a stadiont. A Dac játékos Miroslav Káčer szerint fontos 3 pontot szereztek. Sme to potrebovali, hlavne po tých troch posledných zápasoch, keď hrá tam aj ten prípravný nešťastný, ale 3 zápasy po sebe prehrať, tak nie je to jednoduché. A príde takýto zápas po reprepauze, super s kvalitou, s obrovskou kvalitou a myslím, že im aj chýbalo pár hráčov, ale dôležité je pre nás výsledok a ideme ďalej. A néhány perccel korábban ismertetett statisztikák a Dac szempontjából javultak. A sárgakékek hazai pályán 12., összességében pedig 15. győzelmüket aratták bajnoki mérkőzésen az ősi rivális ellen. A 3 pont megszerzését a focisták és a szurkolók természetesen közösen ünnepelték.